Jelentős bővítésen esett át az Eiszmennyéregyházi gyára. Az autóipari beszállító cégnél a fejlesztés eredményeként egy új csarnok épült, valamint új gépeket is vásároltak. A beruházás több új munkahelyet is teremt. 22 éve Nyíregyházán kezdte meg működését az Eisman első Németországon kívül termelő központja. A prémium autóipari belső elemeket készítő cég idén jelentős 2 milliárd forintos bővítés hajt végre, melynek eredményeként hamarosan 7700 négyzetméterrel nagyobb gyártási területen termelhetnek. Ezen 140 új dolgozónak adnak munkalehetőséget az eddigi 700 mellett. Az új csarnok már elkészült, jelenleg itt zajlik a próbaüzem. Ezen kívül fröccsöntőgépeket vettek és új gyártósorokat telepítettek. Az autóipari beszállító cég itteni gyárában eddig főleg sebességváltó markolatok és gombok, valamint a hozzájuk tartozó szoknyák, kisebb burkolati elemek és légzsáktartók készültek, elsősorban a prémium német autóipar számára. A bővítésnek köszönhetően a belső térben lévő burkolati elemek gyártása erősödik profiljukban. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán az Eisman Automotive Hungária Kft. Ügyvezető igazgatója Böszörményi Attila. Köszöntöm itt a stúdióban. Meg tudjuk-e fogalmazni azt, hogy az elmúlt 22 év milyen tapasztalatokat hozott, vagy mennyire jó tapasztalatokat hozott, hogy egy ilyen szintű beruházás történhet a jelenben, jövőben? Igen, hát ez a cégünk folyamatos fejlődésének köszönhető, ugye 22 év nagy idő, a Delkovics utcán kezdtük, 5000 négyzetméteres, mondjuk úgy csarnokba, de igazából ez egy többszintes szociális épület volt, ahol 2011-ig dolgoztunk, az volt az egyik nagy mérföldkő, amikor a német tulajdonosi kör olyan, úgy látta, hogy érdemes itt továbbfejleszteni, és akkor 11-ben építettük meg az első új gyártócsarnokunkat a Bottyán János utcán, ami utána 2014-ben bővült is, tehát az összesen már 16.000 négyzetméter volt, és akkor a tavalyi év végén kezdtük el ezt a bővítést, ami megint területben egy 50%-os bővítés jelent, és akkor, hogy még a kérdésre válaszolva, a koncernen belül elég jó helyen szerepel a magyar gyár, ugye ez egy kis koncern, több leányvállalattal, szlovák, cseh, német, amerikai leányvállalatokkal, és itt általában azt számít, hogy kinek milyen eredményei vannak, és ez alapján dől el, hogy egy adott bővítés vagy beruházás hol valósul meg. Itt az önök életében, a cég életében, ami most történik, ez milyen horderejű változást von maga után? Hát, ahogy mondtam, ez 50%-os bővülés, és akkor a 22 év alatt ez egy tényleg egy lineáris dolog, már az első néhány év stabilizálás után a 11-ben épült gyártócsarnokunk, utána 2011-ben, 2004-ben a további bővülés, most pedig, mármint 2014-ben, most pedig 18-19-ben pedig ismét 50%-kal bővülünk, tehát ez a mai piacon vagy gazdasági körülmények között ez egy óriási, óriási nagy dolog az életünkben. Miért volt erre szükség? Erre az újabb fejlesztésre? Igazából két nem annyira nagy projekt indított el, aminek már nem találtunk helyet egyszerűen a mi gyártócsarnokunkban, és mindenképpen azt szerette volna a német tulajdonos, hogy ezek a projektek Magyarországon futnak, vagy itt mi gyártjuk ezeket, és akkor elkezdtünk számolgatni, hogy van-e még egyéb jövőbeni projekt, ami lehetséges, hogy hozzánk kerüljön, és az már indokolta, hogy építsünk egy gyártócsarnokot. Indokolt volna mondjuk ennek a bővítésnek a felét, és akkor a másik fele pedig, ezt még nem mondtam, hogy ez körülbelül egy 50%-ig lesz kihasználva az első két évben, a másik fele pedig egy ilyen jövőbeni beruházás ennek a gyártócsarnoknak.
Tehát ez a mostani ugrás, úgymond, időzőjelbe téve, és maga után vonza, hogy új munkahelyeket alakítanak ki, és elképzelhet, hogy akkor 2 év múlva pedig újra lesznek új munkahelyek. Pontosan ez a 140 fő, ez a mostani vállalásunk erre a néhány projektre, amit utána ebbe a pályázati csomagba is beletettünk, de ez egy 50%-os kiterheltségét fogja jelenteni, csak ennek a bővítménynek van, vagy ennek az új csarnoknak. Soha nem volt gondjuk a munkaerőben? Nagy gondunk nem volt, de azért évről évre ez egyre nagyobb feladat lesz számunkra. Még gondnak nem nevezném, de sokat kell vele dolgozni, hogy boldogulni tudjunk. A többi hasonló kaliberű céget tekintve ezek a változások, amelyek az Icemannál mennek végbe itt Magyarországon, ezek mintaszerűek, máshol is ugyanilyen dolgok zajlanak, egyedi esetleg. Hogyan helyezné el a fejlődésüket, a fejlesztések sorát magyarországi viszonylatban? Nehéz ezt így megmondani. Az, ahogy fejlődünk, úgy volumenbe, árbevételbe, létszámba, vagy területbe, szerintem az azért átlagon felüli. Milyen költségvetési paramétereket lehet említeni itt a fejlesztés, beruházás kapcsán? Összesen 2 milliárd volt a pályázati csomag, így mondanám, amelyikből 1,2 milliárd volt a gyártócsarnok, amit később egy kicsit még nagyobbra építettünk, a már pályázaton kívül, tehát összesen 1,5 milliárdba került a gyártócsarnok, és 800 millió forint volt a gyártósoroknak a fejlesztése, amik ebbe a gyártócsarnokba fognak kerülni. Gyártósorok, illetve fröccsöntés technológia. Nyilván hosszú távra tervezett a német tulajdonos, ezt ön is említette, hogy már csak annak tekintetében is, hogy fele kihasználtsággal fog működni ez a csarnok egyelőre. Milyen pénzügyi tervekről lehet szót ejteni, ami tartozik akár a lakosságra is a jövőre, és mennyire tudnak előre tervezni, mennyire látnak időben előre? Az autóiparban azért 6-7 éves megbízások vannak, szerződések, ahogy a modellek futnak. Mi így minimum ennyit látunk előre, és egy folyamatosan növekvő árbevételünk van, tehát nem feltétlenül évente 10%-okkal, de egy folyamatosan, még ha egy számjegyű is, évről évre nagyobb bevétellel számolunk. Az a felfogás, ami munkatempóban, precizitásban, pontosságban működik, önök nem mondhatnánk, hogy egy német vagy egy magyar-német típusú munkafolyamat, melyik határozza meg jobban a másikat? A magyar határozza meg. Érdekes dolog, hogyha egy kicsit szerintene lehetek, a Icemannon belül mi gyártás szervezésben, folyamat szervezésben a legjobb gyár vagyunk, amit a mi közös főnökeink mondanak, és egy kompetencia és tréning centrum is vagyunk a többi leányvállalat számára. Hogy érzik a dolgozók magukat önöknél? Itt most a fluktuációra gondolok nyilván. Nagyon jó munkakörülményeink vannak, átlagon felüli, rengeteg szolgáltatással, úgy egészség, sportterén, nagyon magas színvonalú pihenőhelyiségekkel, stb. A munkakörülmények messze átlagon felüliek, a bérezés versenyképes, nem minimál béren foglalkoztatunk embereket, rengeteg juttatási csomaggal, a fluktuáció pedig viszonylag alacsony, kivéve ezeket az időszakokat, amikor új embereket próbálunk beintegrálni, akkor azért az is megnövekszik. Konkrétan most milyen típusú munkakörökbe keresnek dolgozókat? Főleg operátor az első célcsoport, és akkor mindig van egy-néhány mérnöki pozíció, vagy egyéb adminisztratív pozíció. Na, gratulálunk a beruházáshoz, jó munkát kívánunk önöknek továbbra is, az új dolgozóknak pedig akkor, hogy érezzék magukat nagyon kellemesen és hasznosan önöknél. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.